Sziasztok, én Magyko Noémi vagyok, a Telekom Hello Business KKV online marketing szakértője. A pályám során azt tapasztalom, hogy egyik legnehezebb kérdés a KKV-k számára, hogy milyen online marketing eszközöket használjanak. Egyrészt korlátozott a költségkeret, korlátozott az idő, gyorsan kell lennének az eredmények, az egyik szakértő a TikTokra esküszik, a másik a Facebookot is taníti, a harmadik azt mondja, hogy SEO vagy Google Ads nélkül nem lehet megélni. A következő videóban szeretnék néhány tanácsot adni nektek, hogyha most kezditek a marketing mixnek a tervezését, akkor hogyan fogjatok bele. Három fontos szempontot vegyetek figyelembe a tervezésnél. Az első az mindig az, hogy mi a te célod, hogy milyen gyorsan kellenek az eredmények. Van időd arra esetleg, hogy márkát építs, hogy egy picit tartalommarketinggel megpuhítsd a felhasználóidat, vagy azonnal eladásra van szükséged, hogy pótolni tud, vagy hogy meg tud mondjuk szerezni a következő marketing kampánynak a költségkeretét. Ez az első szempont. A második az, hogy mennyi időd és mennyi pénzed van az adott marketing kampány kivitelezésére. Vannak ugyanis olyan eszközök, amiknek a megtérülése egy picit hosszabb, és vannak olyanok, amiknek gyors a megtérülése, vannak eszközök, amik nagyon-nagyon sok időbefektetést igényelnek, és vannak olyanok, amik viszonylag drágák. És természetesen vannak olyanok, amik olcsóbbak, és egy picit kevesebb erőforrással, idő, energia és pénzbefektetéssel nagyon gyorsan termőre tudnak fordulni. A harmadik, nagyon-nagyon fontos szempont pedig az, hogy ki a te célcsoportod. Nagyon nem mindegy, hogy a fiatalokra, az idősekre célzol, hogy a városiakra vagy a vidékiekre, hiszen más-más felületen tudod őket a legjobban elérni. Az első és talán egyik legfontosabb felület, amivel érdemes rendelkezned, az egy weboldal. A vállalkozások 90%-ának érdemes egy weboldalt üzemeltetnie, hiszen az tartalmazza a statikus információkat. Ha van már weboldalad, akkor fordíts időt és figyelmet a kereső optimalizálásra, hogy a Google találati listáján minél előbbre kerülj. És hogyha már foglalkozol a kereső optimalizálással, akkor mindenképp állíts be egy Google My Business fiókot, hogy a térképen is a lehető legjobban megtaláljanak téged. Közösségi médiával akkor érdemes foglalkoznod, hogyha van egy picit több időd a megtérülésre. A Facebook még mindig megkerülhetetlen Magyarországon, hiába temettük el már nagyon-nagyon sokszor, egyszerűen mindenki fent van a Facebookon, még akkor is, ha egy picit idősödik a célközönség. Instagramon is legyél, hogyha már van Facebookod, akkor ez egy icipici ugrás és plusz energia befektetés, hogy működtess egy nagyon jó Instagram oldalt is. Hogyha B2B a célközönséget, tehát vállalkozásoknak próbálsz értékesíteni, akkor mindenképpen használj LinkedIn-t, hiszen ma már ez is kihagyhatatlan. LinkedIn-en egyébként a hirdetések nem működnek annyira jól, mint például a Meta-n, hiszen sokkal-sokkal drágábbak, és még mindig csak angolul elérhetőek, úgyhogy itt inkább az organikus találatokra, vagy az organikus megjelenésekre és elérésekre érdemes fókuszálnod. A PPC az egy olyan eszköz, tehát a kattintás alapú hirdetések, Google hirdetés, Facebook hirdetés, TikTok hirdetés, amik, ha jól vannak beállítva, akkor nagyon gyorsan tudnak neked konkrét eredményeket, tehát vásárlásokat hozni. Ennek az az előnye ugye, hogy gyorsan tud eredményeket hozni, viszont az a hátránya, hogy drága lehet, és nagyon erős szakértelem kell hozzá. Tehát, ha belevágsz a hirdetési piacba, akkor próbálj meg vagy keresni egy nagyon jó szakértőt, vagy kiképezni magad a lehető legjobb módon a hirdetésekről. Ezen kívül használhatsz még influencer marketinget, ebben az esetben inkább nano-influencerekre javaslom, hogy céloz, hiszen a nagy influencerek nagyon drágák lehetnek, és már nem biztos, hogy annyira hitelesek, szemben egy kisebb influencerrel, 2-3-4 ezer követővel, akik még nagyon hitelesek, és nagyon erős az aktivizáló képességük. Szóval, hogyha kezdő vállalkozó vagy, vagy kisvállalkozó, akkor ezek az első felületek, amiket érdemes kihasználnod. Hogyha pedig bővebben érdekel a téma, akkor a Telekom Hello Business oldalán találsz egy részletes cikket, ahol minden eszközt sorra veszünk, és egy picit tanácsot tudok adni abban, hogy mikor és kinek érdemes használni.